Hölgyeim és uraim. Thank you for all, ladies and gentlemen, and allow me just one sentence. I'm here to translate the words of my father to you for your convenience, and forgive me being merely a surgeon and an oncologist, and I'm not a translator, not a professional translator, so forgive me if it's not my native language. Kérem, nagy örömömre szolgál, hogy ezen a mai nagyon érdekes, nagyon fontos, nagyon izgalmas eseményen részt vehetünk. It is my honor to be here on this very exciting event with you. És kérem, engedjék meg, hogy az első ábrával kezdjünk. Allow me to start with this first slide. Amelyen, ha elolvassák, azt látják, hogy a Flavon család tagjai nem gyógyszerek. Which if you read, you can clearly see that the products, Flavon family is not for curing. They are not medicine. Kitűnő termékekről van szó. Ezek a termékek táplálék kiegészítők. These products are dietary supplements and not medicine. They are intended only for supplementing a healthy lifestyle. Nagyon lényeges az, hogy az emberi egészség az egy ajándék. Human health is a gift. Egy olyan ajándék, amellyel az élettartamunkon belül tudunk és kell is tennünk. A gift which will help us within our predetermined span of life to make it better and probably a bit longer. Lényeges az, hogy a halál az törvény és nem büntetés, mondja Seneca. There is a saying from Seneca that death is law and not a penalty. Az életünk, az életminőségünk a korral csökken. Our quality of life is degenerating with the progression of our ages or with our lives. Az életminőségünket meghatározzák a táplálkozásunk, a genetikai tulajdonságaink. Our quality of life is determined by our food, by our style of life. Az életstílusunk és a környezeti hatások. And probably most of all the environmental factor. Nincs örök élet. There is no forever living. Tehát ez azt jelenti, hogy ma a világnak, a világ egészségügyének a legnagyobb problémája a terápia és a megelőzés kérdése. Which means that in today's healthcare, probably the most demanding issues are the controversies between therapy and prevention. A terápia és a megelőzés aránya az Amerika Egyesült Államokban 70 a 30-hoz körülbelül. The ratio between therapy and prevention, even in the United States, is around 70% to 30%. Európa fejlett országaiban 80 a 20-hoz. This ratio is around 80% to 20% in the advanced countries in Europe. És a világ többi részében ez 1% alatt van. But unfortunately, the rate of prevention in the rest of the world is under 1%. Abszolút biztos, hogy a hagyományos terápia kiegészítődik. It is sure that traditional therapy is or will be supplemented by az egészségtudatos táplálkozáson és életmódon alapuló kiegészítő terápiával. By the supplemental therapy or the health conscious therapy. És ennek az egységét nevezzük integrált terápiának. And this we call an integrated therapy. Az integrált terápia jön, már létezik számos országban. This is nothing new actually. This integrated therapy is present in many countries. Ezzel tudunk gyógyulni életminőségünket, a betegségek rizikóját csökkenteni. Which makes us not only healthier, but it also can lower the risk of many diseases. Nagyon lényeges az, amit Paracelsus pár ezer évvel ezelőtt mondott. It is very important what the famous old Paracelsus
There was a saying from him. Hogy a betegség a természetből jön, de onnan jön a gyógyulása is. That the disease comes from the nature, but also the cure comes from the nature as well. Nagyon fontos, hogy a táplálkozásunk döntően meghatározza egészségünket. The optimal nutrition is the medicine of tomorrow, and it will determine our tomorrow as well. Ahogy Pauling mondja, a Nobel-díjas kémikus, az optimális táplálkozás ugye a jövő orvossága. Linus Pauling, a Nobel Prize winner, said this, that the optimal nutrition is the medicine of tomorrow. Nagyon lényeges, hogy öt egészségőrünk létezik. The main health protectors, there are five of them. Az élelmiszer, a víz, az oxigén. Our food, water, oxygen. A mozgás, a sport, az életstílusunk. Healthy lifestyle, like sports, activity. És nagyon fontos az a paracelsusi mondás, hogy a orvoslás alapja a szeretet. And last not but least, as another famous person, Paracelsus, said, that a very important health protector is love, is our heart. Ezt általában az orvosok nem nagyon ismerik. Which probably is not a very well-known saying among the doctors. A sejtjeink normális működéséhez körülbelül napi 5000 féle anyagot kell fölvenni. They say that for the normal work of our cells, we need around 5,000 different ingredients daily. Kellenek az energiát adó összetevők, a cukrok, a zsírok, a fehérjék. We need carbohydrates, proteins, lipids, so all the stuff that gives us energy. Kellenek elemek, nyomelemek, a víz, a vitaminok. We need elements, trace elements, water, vitamins. És kellenek a gyümölcs és zöldség eredetű összetevők. And we need all the ingredients that you can find in fruits. Polyphenols and flavonoids. Ma normális táplálkozás mellett ezt az 5000 féle összetevőt naponta nem tudjuk fölvenni. Unfortunately, with our usual habits and diets, we cannot consume all these 5,000 different ingredients. That's not possible. Ennek több oka lehet. There are several reasons for this. Például a termékek beltartalmi értéke, az élelmiszerek beltartalmi értéke megváltozott. Probably the inner values, inner nutritional values of the food products today are not what they used to be. Termelés, időjárás, egyéb tényezők miatt. Because of the industrial processes, because of the weather, because of many factors. Vannak élethelyzetek, amikor figyelembe kell venni a megváltozott táplálkozást. There are certain situations in life which may lead to different nutritions or different nutritional needs. Ilyenek például a terhesség, like pregnancy, különböző betegségek, different various diseases, életkori tényezők, age-related factors. Tehát nagyon fontos az, hogy odafigyelően táplálkozzunk. So we have to be conscious of our nutrition and diet. De ha még odafigyelően táplálkozunk is, but even if we live a nutrition-conscious live, mindig van egy barátunk, egy veszélyes barátunk, akire figyelemmel kell lennünk, és ez az oxigén. We always have a friend, although a dangerous friend, who we have to take care of, and this dangerous friend is oxygen. Na most, az oxigén mennyiség kétharmadát táplálékkal, egyharmadát légzéssel vesszük föl. Actually, only one third of the uptaken oxygen comes from breathing. Two thirds come from our foods. És a felvett oxigénnek 95%-a, and the vast majority, 95% of the uptaken oxygen, ez jól hasznosul szervezetünkben, ez az energiatermelés az életünk alapja, is utilized well in our body, it is the foundation of the oxygen production. De 5% rosszul hasznosul a szervezetünkben. But the remaining 5% goes wrong way. It is the dangerous part. És ebből az 5%-ból úgynevezett reaktív formák
bizonyos szabad gyökök is képződnek. And from this 5% so-called reactive species or free radicals are produced. És ezek okozzák tulajdonképpen sejtjeink sérülését. And these free radicals can cause cellular damage. Ez eredményezi öregedésünket. This will lead to the aging processes. Tehát alapvetően fontos, so it is very important, hogy ezen reaktív formáknak a mennyiségét szervezetünk szabályozni tudja. That the level of these reactive species or free radicals are kept as low as possible. Van ezekre a reaktív formákra bizonyos mennyiségben szükségünk van. We actually need these free radicals. Ezek az immunrendszer közkatonái. Since we need this for the proper function of the immune system, nagyon sok sejti funkcióban pozitívan vesznek részt. They are needed and necessary for the cellular functions, for certain cellular functions. De ha mennyiségük elszaporodik, but if they go uncontrolled, if their level becomes too high, és ezt a növekedést a szervezetünk nem tudja lekontrollálni, and this increase cannot be controlled by the protecting factors in our system, ekkor következik be az oxidatív stressz állapot. Then comes what we call the oxidative stress, the oxidative reactions. És ez az oxidatív stressz már egészségünkre veszélyes. And this oxidative stress is or will be will lead to malfunctioning of our system. Nagyon lényeges az, hogy egy jól működő antioxidáns rendszerre van szükségünk. We need a properly functional antioxidant system, ami két részből áll, which has two parts, az úgynevezett exogén és endogén. The exogenous and endogenous parts. Az endogén a tápláléki rész. The endogenous is related to the nutrition. Itt vesszük föl az E-vitamint, a C-vitamint, a szükséges nyomelemeket. Since we uptake all the necessary vitamins, C vitamin, E vitamin, and the trace minerals and micronutrients. De ezekből az felvett anyagokból a szervezetünk különböző antioxidáns anyagokat termel magában a szervezetben. And from this uptaken nutrients, our body will produce certain antioxidant products within the cells. Ezek között vannak nagy molekulák, enzimek. There are macromolecules, enzymes. És vannak kis molekulák, nem enzimatikus antioxidánsok. And smaller molecules, smaller compounds, not enzymatic products. Ezek a vérben fejtik ki hatásukat. Which act in the blood. Ilyen például a glutatión. Like the glutatión. A coenzym Q10. Or the coenzym Q10. És számos molekula. And other molecules. Ezért nevetséges az, that's why it's ridiculous, mikor olyat olvas vagy lát az ember, hogy ezeknek a glutationnak vagy a coenzym Q10-nek a szájon áti szedését javasolják. When you can read in the adverts that you should take coenzym Q orally, take orally, which will not utilize. Ugyanis ezek nem tudnak felszívódni a gyomorból. These products will not be absorbed from the stomach. Ezek csak akkor aktívak, ha a szervezetben termelődnek. These compounds are active only if they are produced within the body. És ehhez a táplálkozásunk biztosítja az alapanyagokat. And for this process we need our nutritional background, we need certain products from the nutrition to happen. Tehát nagyon lényeges, mivel az élet az egy egyensúly. Since life is balance, it is very important, hogy föntartsuk az oxidáció és a védekező mechanizmus egyensúlyát, mert ekkor egészségesek vagyunk. To maintain a proper balance between oxidating and antioxidating processes. Ha az egyensúly fölborul és az oxidációk kerülnek túlsúlyba, if there is an impairment in this balance and oxidative reactions or oxidative processes getting akkor számos kórkép betegség jelenik meg. Then several diseases or can develop. És ezek a szervezet bármelyik pontján kialakulhatnak.
which can appear in any part of the disease. Ilyen típusú betegségek, például szívérendszeri betegségek, like cardiovascular diseases, bizonyos ráktípusok, certain cancer types, korfüggő betegségek, age-related diseases, szembetegségek, Alzheimer-kor, like ocular diseases, Alzheimer's disease. Tehát nekünk az a nagyon fontos, hogy az antioxidáns védekező rendszerünk, ha jól működik, ezek rizikóját csökkenteni tudjuk. If we have a properly functioning antioxidant system, then the risk of these diseases will be decreased. Tehát világosan kell látni, hogy az antioxidánsok ezeket a betegségeket nem gyógyítják, de kialakulásuk rizikóját csökkentik. Again, we must emphasize that the antioxidants will not cure these diseases, but they will decrease the risk of these processes or these diseases. Mi a megoldás? What is the solution? A megoldás a gyümölcs zöldség fogyasztás. One of the solution is the proper intake of fruits and vegetables. És ajánlom megjegyezni a következő mondást, amit itt látnak alul. And please note this saying in below. Hogy a szervezetedben lévő antioxidáns mennyiség arányos élettartamoddal. That the amount of antioxidant in your body is in commensurate with your lifetime. De nagyon lényeges az, but it is important, hogy a megelőzés, tehát az oxidatív stressz megelőzése szempontjából, that for the prevention of antioxidant processes, nem az antioxidánsok felvett mennyisége, not the level of uptaken antioxidants, hanem azok típusa és biohasznosulása a fontos. But the type and bioavailability and usability of these antioxidants, what matter? Nyugodtan mondhatnák a mi termékeinkre is valaki. One can say to our products, hogy veszek céklát, veszek ilyen gyümölcsöt, olyan gyümölcsöt, összekeverek, és csináltam ilyen terméket. That I eat all kinds of fruits and vegetables, I mix them, and I have some products, I have a similar product. Ez abszolút tévedés. Which is nonsense. Ugyanis a mennyiségük, az arányuk döntő az összetevőknek. Since the key, the trick here is the amount of these vegetables, of these ingredients and their proportion to each other. A másik, ami rendkívül fontos, hogy a termékeink több ezer összetevője. The other key factor is that there are several thousand of the ingredients in our product. Egy hálózat keretében fejti ki a hatását, nem egyedül. We'll never act alone. They are like a network. És ebbe a hálózatba tartoznak például a flavonoidok, a polifenolok is. Flavonoids, polyphenols and other certain ingredients will be within this mesh. Tehát értelmetlen azt mondani, hogy kiragadok egy összetevőt. So you cannot pick any of the ingredients. Az is értelmetlen, ha a flavonoidokra azt mondjuk, hogy ezek vitaminok. Also, we cannot say to flavonoids that they are vitamins. They are not. Ezek nem vitaminok. They are not vitamins. Ezek olyan anyagok, amelyek hozzásegítenek kódolt élettartamunk kitöltéséhez. They are substances that will help us to reach the genetically coded lifetime. Tehát ez azt jelenti, az élet minőségünk szempontjából fontos anyagokat jelentik a flavonoidok. Flavonoids are actually substances that will benefit the quality of life. Nagyon lényeges, hogy ezek az anyagok egy hálózat. Erősítik egymást. These substances will strengthen each other's effect. Tehát ha van egy A anyag meg B anyag. So if you have substance A and substance B, ennek a hatása összeadódik, additív. Then there is an addition. Lehet, hogy antagonista, kioltják egymás hatását. Or maybe antagonistic and they will decrease the effects of each other. De az igazi fontos a szinergizmus. But the best part if the synergetic effect. A mi termékeink esetében az összetevők szinergetikusan fejtik ki hatásokat. And it is proven that the ingredients in our products are synergetic to each other. A másik, ami nagyon fontos, a biológiai hasznosulás kérdése.
Another key issue is the bioavailability of these ingredients. Tehát sohasem az a lényeg, hogy mennyit eszünk meg valamiből. So it's not the main thing how much do we eat, hanem mi hasznosul abból a szervezetünkben. But how much is absorbed from all these ingredients. A mi termékeink egyik előnye, the main benefit, or one of the main benefits of products, hogy az összes forma közül folyadék, szilárd anyag, is that from all means of intake, from fluids, from pills, from solid foods, ez a lekvár forma biztosítja a legjobb biológiai hasznosulást. This gem form comes with the best bioavailability possible. Ez az egyik óriási előnye. This is one of the main benefit. A másik óriási előnye a lekvár formának. And the second main benefit of the gem form, hogy maga pozitív élettani hatással rendelkezik, is that it itself has a positive physiological effect. Úgynevezett prebiotikus hatása van. It has a prebiotic effect. A bélbaktériumnak táplálékot jelentenek. Essentially it is a food for the gut flora, for the gut bacteria. Tehát mindig, amikor önök érvelnek, ez a két szempont jelenjék meg a ajánlásokban. So whenever you want to make a point for the products, these two main key elements should pop in your mind. A másik, amire mindig gondolniuk kell, also you must always think of, hogy minden biológiai hatás dózisfüggő. That any biological effect is dose related. Tehát ez azt jelenti, hogy ugyanabból az anyag az alacsony vagy magas dózisban más élettani hatást biztosít. The same material can lead to a totally different effect if there is a low dose or a high dose of it. Ez igaz a flavonoidokra is természetesen. Which is true for flavonoids as well. Az ajánlott mennyiségben a termékeink biztonságosak. Our products are totally safe in the recommended dose. Nagyon lényeges az, hogy a Flavon család, it is very important that the Flavon family, amelyikről ma már szó volt, hogy 7 taggal rendelkezik, which has 7 members, have you probably heard, valóban egyedülálló a világon, is really unique in the world. És nagyon lényeges, hogy ezekben a termékekben 4 növényi anyag jelenik meg. And it is very important that in these products there are 4 plant-based ingredients. Tehát a színes gyümölcsök, colored fruits, a zöldségek, vegetables, a zöld leveles leaves, növényi formák és a fűszerek. And spices. Tehát gyakorlatilag ez a 4 terület, these 4 areas, átfogja ma a tudomány legizgalmasabb részeit. Essentially cover all those hotspots, all those interesting areas in science. És nem találnak olyan terméket még a világon, amiben együtt ezekben a termékekben minden 4 megjelenik. And you will be hard pressed to find a product worldwide which will include all these 4 elements. Nagyon fontos tehát az optimális biológiai hasznosulás. Optimal bioavailability is very important. Az additív szinergetikus hatások, the additive and synergetic effects, és az, hogy a család tagjai jól kombinálhatók egymással. And that the members of the Flavon family can be combined with each other. A gyümölcsök nem biztosítanak olyan összetevőket, amit csak a zöldségek tudnak. Fruits lack certain necessary elements, ingredients. Viszont a mi gyümölcseredetű termékeink, Max, Mactrus, Protect. But our fruit-based products like Max, Max Plus, a Protect, or Kids for, nagyon jó kombinálhatók a Green-nel és a Green Plus-szal. Can be combined very well with the Green, with the Green Plus, the plant-based, vegetable-based products. Tehát nagyon jól kiegészítik, komplexen kiegészítik egymást. They complement each other very well. És nagyon lényeges az, and it is also very important, hogy az az 5000 féle anyag, amit emlegettünk a sejteinkre, hogy szükség van, that the 5000 ingredients that we need for our cellular functions, ezeket nagyon széles vegyület csoportokon belül a termékeink biztosítani tudják. Most of them is included in our products, so consuming our products you will uptake all these necessary bits and pieces. Tehát a termékeink fő biológiai aktív összetevői,
The main biologically active components of products. A polifenolok, flavonoidok. The polyphenols, flavonoids. Vitaminok, karotenoidok, poliszaharidok. Carotenoids and polysaccharides. Nitrogén vegyületek. Nitrogen compounds. Amelyek közül kiemelem például a melatonint. Melatonin must be noted from this. Ez egy kis molekula. This is a small compound. De ő vezéli a biológiai óránkat. But it controls our biology clock. És nagyon fontos számos hormonális betegség megelőzése szempontjából. And it is very important in the prevention of hormonal diseases. Például a melltumorok megelőzése szempontjából is vannak adatok. Like certain types of breast cancer, we have scientific data for this. Ugyanúgy fitohormonok, elemek, nyomelemek, prebiotikumok. Phytohormones, elements and trace elements, prebiotics are also included. A szerves kénvegyületek és a terpének, tehát 10 féle csoportban szolgálnak bennünket a termékeink. Organic sulfur compounds, terpenes, so in a total we have 10 groups of ingredients that are all included in this product. Táplálékkiegészítőkre nagyon fontos és nagyon szoros törvényi szabályozások érvényesülnek világszerte. Dietary supplements fall under very strict controls and legislation worldwide. Ezeket be kell tartani az egyes rendelkezéseket. We have to go by the rules with our products. Tehát nem gyógyíthatunk a termékekkel. So we cannot say that our products will cure any disease. Mit mondhatunk a termékekről? What are those things that we can say of our products. Azt nem mondhatjuk például, hogy a termék kezeli a mellrákot, gyógyítja a mellrákot. We cannot say, for example, that these products will treat breast cancer. De azt mondhatjuk, hogy a termék támogatja a mell egészségét. But we can say that these products support or beneficiary for the health of the breast. Tehát vannak az alapszószók. A jogászkodásról van itt részben szó. So there are certain keywords, legally keywords. Tehát azt az 5 szót, amit itt látanak, hogy támogat, fenntart, segít, so like help, hozzájárul. Maintain, ensure, support. Ezeket a szavakat kell önöknek használni az érvelésükben, az ajánlásukban. That's what you can and what you must use when you are talking about these products. Akkor a törvény szabályaival mindig összhangban vannak. Then you will not have conflict with the words of the law. Nagyon lényeges az, azonban mindig emlékezni kell, hogy a táplálék kiegészítő kiegészíti, de nem helyettesíti. Dietary supplements will supplement only, but does not substitute. Az egészségtudatos komplex táplálkozást és élelmiszereket. The well-balanced, health-conscious nutrition diet. Amelyek szükségesek bizonyos életkor, életstílus vagy élethelyzet figyelembevételével. That may be required in certain age, in certain lifestyles or in certain life situations. Tehát még egyszer, a táplálék kiegészítő kiegészít, de nem helyettesít. És a mi termékeink is ki tudják egészíteni az önök egészségtudatos táplálkozását. So again, dietary supplements, supplement only, does not substitute, but it will go very well for your normal lifestyle. Nagyon lényeges dolog az, hogy a termékeink jók. It is very important that we know that our products are good. Kérem csak néhány dolgot, amit itt látnak a kitüntetéseinkből, amit az utóbbi években kaptunk. Here you will see some of the awards we received during only the past few years. Hihetetlen büszkék vagyunk ezekre. And we are very, very proud of all these awards. Én személyesen, mert a nyakamat tartottam a hurokban. I was responsible personally for many of these products, and I was very anxious. Hogy okosak vagyunk, csinálunk termékeket. Whether we will do the right product. And de ezt ne én mondjam, mondja más. And it is good that it's not me saying this, but others, the nominating communities are saying this. Kaptunk nagyon fontos, nagyon jelentős magyar, lengyel, nemzetközi kitüntetéseket, elismeréseket. We received very prominent Polish, Hungarian and international awards. De a legbüszkébbek. But the one that we are most proud of. Arra a
három aranyéremre vagyunk, mert most már tavaly kettőt mondtam, most hármat. At the three gold medals, and it is three in this year, not just two, what was last year. Amit egy abszolút független nemzetközi bíráló szervezettől, which was awarded by an independent international committee, a Mond Selection-től, called Mond Selection, kaptunk, was received from. Először 2012-ben a Flavon Max. The first gold medal was received in 2012, the Flavon Max. Utána 2014-ben a Protect. Then in 2014 the Flavon Protect. Ekkor mondtuk, ezek nagy aranyérmek. These are grand gold medals. Egyedül mi kaptunk nagy aranyérmet. Which in our category only Flavon received. És körülbelül 20,000 termék közül kaptunk nagy aranyérmet. Among more than 20,000 products. És a táplálék kiegészítők vonatkozásában csak mi kaptunk nagy aranyérmet. And in the category of dietary supplements, only the Flavon product received this grand gold medal. Okay, amikor az elsőt megkaptuk. Okay, when we received the first one. Jó, bejött. It was a good feeling. Amikor a másodikat megkaptunk, when we received the second one, akkor már csak nem vagyunk annyira hülyék. And we felt that maybe we are right. De amikor az idén, a 2015-ben megkaptuk a harmadikat, but és a Flavon Green Plus most kapta meg a harmadikat. But when this year Flavon Green Plus received the third grand gold medal, ilyen még a történelemben se volt. Then we can say that this is unique in the history. Hogy három nagy aranyérmes. That the same company receives three gold medals. Három nagy aranyérmes világbajnok termékkel rendelkezünk. So we have three products, like world champion products. Ezekre rendkívül büszkék lehetünk és legyünk is. And we and you can be very proud of these products. Tehát amikor itt most például én örömmel hallgatom az önök reakcióit. I'm very happy to hear your reactions. A tudomány eredményeiből terméket együttet csinálunk. Then I know that we are making these products based on the scientific evidence. Tehát büszkék lehetünk ezekre a termékekre. We are proud. Nagyon sok olyan bizonyítékkal rendelkezünk, kísérleti bizonyítékkal, because we know that our products have scientific backgrounds, amelyek megerősítik, hogy termékeink valóban nemhogy a világ élvonalába tartoznak, az első sor legelsői között vagyunk. That support that our products are not only among the best, but probably within the very elite selected few of the best. Az egyik ilyen bizonyíték, ez a bizonyos antioxidáns kapacitás. One of the evidence we have is the so-called total antioxidant capacity. Az úgynevezett OREC érték. The OREC, which stands for this oxygen radical absorbance capacity. Ez az a paraméter. This is a parameter. Amit a világ elismer. Which is worldwide known and implemented. Bizonyítékot. As an evaluation system and an evidence. Egy termék antioxidáns aktivitására nézve. For the measurement of antioxidant capacity or antioxidant capacity of a product. Ezt a terméket jó pár éve mi is mértük, mérni tudjuk. This value was measured for these products for years now. De csak egyetlen támadó gyökre, a peroxil gyökre. But only for one radical, the peroxil radical. Tehát önök, amikor OREC értékkel találkoznak, olvasnak bárhol értéket, so when you, wherever you read OREC, akkor azt mindig nézzék meg, hogy úgynevezett totál OREC érték, vagy csak OREC érték. Whether it's a so-called total OREC value or just simply OREC value measured for one radical. Mert a total OREC értéket csak a Brunswick amerikai laboratórium tudja mérni. Since there is only one laboratory, the American Brunswick Laboratories in the United States. Ő nem csak a peroxil gyökre, egyéb támadó ágensekre, a hidroxil gyökre, peroxinitrit, szuperoxidanion, szinglet, oxigén, tehát erre az öt formára tudja mérni. Which can evaluate all these five different types of oxidant radicals. És ezt az ötféle formára mért OREC értéket nevezzük
total orak értéknek. And the orak value, which is evaluated for all these five radicals, is called the total orak value. Ezt más néven orak 5.0-nak is szokták jelölni. Sometimes you can read this as orak 5.0. Tehát amikor bármikor önök beszélnek a mi termékeink orak értékéről, so when you are talking about the orak value of our products, akkor tegyék hozzá, hogy ez a totál orak érték. Then you can proudly add that actually this is the total orak value and not the simple orak. Ugyanis ha csak az egyszerű orak értéket vesszük, amit a világ ismer, so when we are saying about the simple orak value, akkor ezek az értékek a mi termékeink esetében 10, 20, 30, 40 ezres nagyságrendűek. Then these values fall within the several tens of thousands category. De mivel az élet szervez a sejtjeinket, nem egy, hanem mind az öt támadja. But in our cells there is not just this one peroxid radical, but several others radicals. Így a bizonyító, alátámasztó érték csak a totál orak érték. Only the total orak value will tell you the whole story. Na most ha megnézzük, a Flavon Max esetében ez 181 ezer. The total orak value of Flavon Max is 100,081. A kids esetében 245 ezer. For the kids it's 200,459. A Protect 241 ezer. For Protect it 200,000. A Green 201 ezer. The Green, as you can see, slightly above 200,000. A Green plus 342 ezer. The Green plus is a particularly high 300 and almost. Az aktív 630 ezer. The active has above 600,000. És a Flavon plus Max, az pedig 705 ezer. And ultimately the Flavon Max Plus has above 700,000. A kereskedelembe kapható gyümölcs, zöldség alapú termékek. The commercially available fruit and vegetable products. Átlagos orak értékei. As an average orak values. Azok 10 és 40 ezer közötti értéket. Meg sem közelítik ezeket, még fényévereke vannak a mi értékeinktől. Typically have orak values of 10 to 40 thousands, which are like miles from our products. Természetesen ezek az értékek laboratóriumi értékek. Naturally these values are in vitro laboratory parameters. Sok in vivo élettani körülmények között mért értékkel is rendelkezünk már. We have in vivo so let's say natural evidence, not just laboratory evidence. És a következő képzéseken, beszélgetéseken, előadásokon majd ezekről is beszélünk. I will demonstrate many of these on the forthcoming events or presentations. Most ezen az ábrán azt látják, on this slide you can see, hogy az Amerikai Egyesült Államok hatóságai körülbelül 3000-5000 orak egységet ajánlanak napi fogyasztásra. That the American authorities usually recommend a total intake of around 500 orak values. Na most a mi termékeink az adagolókanálnyi mennyiségben. Our products, one spoon of our product. A Green esetében 12,000, a Protectnél 14,000. Contain 12 or 14. A Green Plusnál 20,000. Or even 20,000 for és az Max Plusnál 42,000 orak egységet biztosítanak, jól hasznosulóan. Or 42,000 orak values with a good bioavailability. És ez nagyon lényeges. And tehát komplexen, jól hasznosulóan, ezek a termékek nagyon sokat tudnak. So these are very good complex products with a particularly good bioavailability. De nekem a legnagyobb problémám az volt. One of my main problems was, mikor megkaptuk ezeket a nagy értékeket. When we received these outstanding numbers. Hogy magyarázzuk meg most ezeknek az élettani hatását? Jó-e az nekünk, ha ilyen nagy értékekről van szó? How to translate this to everyday words, how to translate this to physiological properties, whether it's good for us if you have a higher orak value in your food. És a legizgalmasabb az volt, hogy meg tudjuk magyarázni. And yes, we can translate. És itt jön a másik dolog, hogy miért annyira egyediek a mi termékeink.
Which leads us to the second question. Why our products are so unique? Hát itt látják ezt az elijesztő ábrán. You will see in this, let's say, threateningly complex slide. Ahol az antioxidáns hálózat van föltüntetve. Where you can see the antioxidant network. Ez jó buktató egyetemi feladat ezt megtanulni. Which you have to remember for your next event. De bárkinek adok saját zsebemből egy ajándékkartont, ha ezt megtanulja és elmondja nekem. But if anybody does, we'll receive a free carton of product. Állom a fogadást bárkivel. I am standing by my bed. A leglényegesebb az, és kérem, most figyeljenek. But the most important is, hogy az oxigén, amikor bekerül a szervezetünkbe, when we uptake the oxygen into our body, ez az oxidáció indításának első lépése, a start. This is the initial step in the oxidative process. Ebből lesznek emelt energiatartalmú formák, which will lead to the energizing processes, which will give us energy. És ebből képződik a szuperoxid anion, which will lead to the production of the superoxid anion. Tehát ezeket, ez indítja el ezt a nagyon bonyolult hálózatot, és indítja el a sejti sérüléseket. So this is the first step in this very complex cascade of events, which will lead to the oxidative stress. De az izgalmas az, hogy a mi nagyon nagy, tehát a Max Plus, a Green Plus, az aktív, tehát vagy a Protect, a legmagasabb antioxidáns orakértékű termékek. So our products with the highest antioxidant activity, with the highest ORAC value. Ezek a hálózat indítását bénítják meg. Can inhibit this initiating steps of the cascade. Tehát a mi termékeink amellett, hogy a hálózat más pontjaiba is besegítenek, gátolnak. But they also act in other steps, in other pathways of the network. A Flavon Max Plus, a Green Plus, a legnagyobb értékű termékek, tehát preventív antioxidánsok. So our big guns, the Max Plus or the Green Plus, they are preventive antioxidants. Tehát a hálózat elejét bénítjuk. They inhibit, not, they don't interact at the end, but at the very beginning of this complex cascade. Míg más termékek, egyedi gyümölcs vagy egyéb zöldségtermékek valahol itt a hálózatba fejthetnek ki bizonyos hatást. While other products with like one active component may act only at one step of the process. A mi termékeink komplexen bénítják az oxidációs hálózat indítását. Ez a lényeg. Our product acts, they have a multi-step inhibitory effect in many steps, many pathways of the network. Tehát a nagy értékek alá vannak támasztva. So the high ORAC values have their scientific foundation. Nagyon fontos még egyszer, hogy egészségünk megőrzése szempontjából. It is very important that for the prevention, for the maintaining our health. Használjuk termékeinket. Use these products. Egészítsük ki táplálkozásunkat. Supplement our nutrition. Tehát együnk, igyunk, tegyünk egészségünkért. So eat, drink and do for your health. Nagyon lényeges az itt látható feladatok, amit kérem ismételten önök figyelmébe ajánlok, hogy tartsák be a becsület a termékminőség szempontjából. So please follow these responsibilities or duties. Nem gyógyítunk. Never a termékkel. That these products can cure. Sohasem mondjuk olyat, ami nincs összhangban a tudomány és a törvényi szabályozások eredményeivel. Never say anything that is not backed by scientific details or proofs. Képezzük magunkat a termékek színvonalához. Ez rendkívül fontos. Train yourself constantly and keep up with the quality of these products. Ezeket a csodás tulajdonságú termékeket nem lehet korábbi tudások alapján eladni, támogatni, mondani róluk bármit. These wonderful products you cannot sell only by your memories and your old learnings. You have to constantly train yourself. A cég ebben önöket maximálisan segíti. Our company will be a partner in this. És nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak terméket adjonak el, hanem fokozzák a fogyasztó egészség tudatát is.
And it is very important that do not try just to sell a product, but also try to increase the health awareness, the health consciousness in your customers. Ez a legfontosabb, hogy itt legyen rend a fogyasztó fejében. So you have to reorganize the thinking of your consumers. Nagyon lényeges dolog az, hogy együtt tovább van mire építenünk. It is very important that we should go further together. Mert ezeknek a termékeknek a sikerében. Because we have a stable background for the success of these products. Az önök tudatos munkája is benne van. And we need your work for ez nagyon fontos, mert a sikerhez együtt megyünk. We are marching to our success together. És nagyon lényeges az, hogy az ember, ha valamit csinál, and it is very important that if we do something, az okozzon örömet. It should give you joy. És van egy másik dolog, hogy miért érdemes élni. Why should we live? Szent Györgyitől a Nobel-díjas magyar kutatótól kérdeztük egy alkalommal. There was a Hungarian Nobel Prize winner scientist, Szent György Albert, and we asked him at one time, hogy miért érdemes élni egy embernek. What should be a célunk? Purpose of life. És ő azt mondta, amit itt látnak önök ezen az ábrán, hogy öregedjetek meg egészséggel. And he said that the purpose of life is to age with health. Nem hiszem, hogy ennél a világnak a közel 100 Nobel-díjasa jobbat tudott mondani, mint ez. I'm not sure that anybody within around 100 Nobel Prize winners in the world could say anything better than this. Tehát ez legyen a vezérfonalunk. So that should be our key element. A termékeinkre támaszkodhatunk. When that we can back our products when we are talking about the products. És együtt tovább egészséggel az eddigi úton. And then we can go forward towards the success. És nagyon szépen megköszönjük szíves figyelmüket. I'm thanking for your attention. És innen fogjuk folytatni. And we will continue from this point on. Köszönöm a fordítást.